segítséggel, egy sportszerű felajánlással jutott el ez a menekült család most itt, hogy megtekinthesse ezt a Liga jégkorong negyed döntőt. Annyit még elárulhatok, hogy ez az első jégkorong meccse a családnak, amit most megtekintenek, és hát nekik is jó szórakozást kívánunk, mint a önöknek is, hiszen elkezdődött a játék. És ott Elgesztál lesz mégis, csak nem is ő, mert ő úgy tűnt, hogy igen, de aztán volt még egy seregélyféle mozdulat. Aztán jön az első lövés, Miskolci Márkó ismételhet, és gól! Én még ott morfondíroztam, a seregély talán korongot szerez, de egy pillanatra meg is volt neki, de nem ezen van a lényeg, hanem azon, hogy megvan a vezetés a Maciknak. És még volt hatékony, hiszen ütő nélkül nehéz, és pontosan azt tört ketté, most a fiatal támadó nem tudta befejezni ezt a egyébként ajándékba keveredett, kecsegtető szituációt neki is. Őrületesen nagy megfelelően bomba! A Macik sem tudtak felszabadítani, most veszi a kezébe az ütőt Farkas, és ezek mind így összeadódva azt eredményezték, hogy a ferencvárosi nagy ágyús bebombázott egyet most ezen a mérkőzésen, és a hazai kapuba, ugye az alapszakaszban nyújtott produkciók után kapták meg a játékosok ezt a kitüntető, megkülönböztető jelzést. Na nézzük, Tóth Adrián jön előre, keresztbe, azt az eket, mekkora gól volt! Egy tűpontos átadás keresztbe, és kibújt onnan a tömeg mélyéről Fowley, és őt lehet most ünnepelni ferencvárosi részről. Kapásból állítgatás nélkül egy bődületesen nagy bombát ragasztott Dusek kapujába. Fradi 88-asa vétette magát észre, de most nem talált kaput ez a kísérlet. Kulmala viszont nem engedi a felszabadítást. Maradt támadásban az FTC. Nagyon nagy játék! Azt az eget! Nagy Gergő nem kapura ütötte a korongot, hanem a kapu elé, és ott a volt DVTK játékos Rasmus Kulmala megszerzi a harmadik gólt a Ferencvárosnak a találkozón, és még mindig csak a hatodik percben járunk. Szabad küzdött két ferencvárosival a nyakán, de megszerzik a medvék a pakolt. Hajnik érkezik! Gól! De jó ég, mekkora bomba! Hajnik Dávid bekorcsolyázott a padról, és azonnal lendítette az ütőjét a kék vonalról. A vendégharmad bejáratától egy bődületesen nagy gólt ragasztott a Fradi kapujába. De jó ég, mi lesz itt? Úgy látszik, ma nem látunk majd kis gólokat, ilyen bepetizett gólokat. A mezőnybe pattant a kapuvédőről a pak, nem a kapujába. Ugyanakkor előtte ez a Walker-féle kísérlet nem volt veszélytelen. De most megindulhat a kapura Ferencváros Kóger óriási zicserben, és be is talál. Egy hiba a felező vonalnál hazai részről, és 2-1-be vezethette a korongot a Fradi a DVTK kapujára is. Kóger higgadt pontos mozdulatával megszerzi a negyedik Fradi gólt a mérkőzésen a harmadik harmad második percében. És hogyha itt most gólt tudnak szerezni a vendégek, akkor azt hiszem ennek a találkozónak vége. De még ugye ez így nem történt meg. És bravúron nincs bravúr. Azt akartam mondani, hogy bravúron keresztül vezet az út. Például egy ember hátrányos gólon át vezet az út, de ezt nagyon-nagyon gyorsan, 15 másodperc alatt értékesített ezt az emberelőnyt a Ferencváros. Úgyhogy így már nincs is miről beszélni. 45 másodperc múlva kiegészülhet a Ferencváros, jön előre a DVTK éppen ezért, még egy jó emberelőnyös korongjáratás simán belefér. Vagy egy gól! Chris Szétó! Már ő is érzi, hogy ez mindegy. Tulajdonképpen szinte megvonta a vállát a gólszerző, de ez egy nagyon szép, rá jellemző, tűpontos lövés volt. Sikerült az emberelőnyt kihasználni a Jegesmedvéknek is. A találkozó tulajdonképpen szinte az első perctől kontrolláló és az eredményt jól menedzselő Ferencváros megnyerte első miskolci összecsapását is. Ami azt jelenti, hogy összesítésben már 3-0 a zöld-fehérek erőnye a egyik fél negyedik győzelmék tartó párharcban. A végeredménnyel búcsúzunk, DVTK, Ferencváros 3-5.